Szeptembertől irányítja a Zsámbéki Csillagvilág református óvodát Cseh Ágnes intézményvezető. Milyen elképzelésekkel, milyen tervekkel vágott neki ennek a 5 éves ciklusnak? Egy nagyon zűrös időszakban kerültem az óvoda élére. Nagyon sokan elmentek, dolgozók. Hát a legnagyobb izgalmunk az volt, hogy találunk-e elegendő munkaerőt, hogy szeptemberben itt Zsámbékon és Tökön is el tudjunk indulni, de sikerült. Úgyhogy minden állásunk be van töltve. Hát a tervünk az, hogy egy jó közösséget tudjunk kovácsolni, azon kívül, hogy a keresztény nyelveket mindkét óvodában érvényesíteni tudjuk. Ritka jó helyzetben vannak, azt tudja, mert a régióban, ahogy országszerte is, majd minden intézmény óvodapedagógus hiánnyal küszködik. Mivel sikerült elérni, hogy itt önöknél volt jelentkező, akik betöltik az állásokat? Nem minden helyen van óvodapedagógus, de minden állás be van töltve, úgyhogy várunk jelentkezőket, attól függetlenül Tökre is és ide is. Úgyhogy nekünk se sikerült. Hány gyermek jár pillanatnyilag ide, mennyi a férőhely? 100 a férőhelyünk, és pillanatnyilag 84 gyermek jár a két óvodába. Ez nem kevés, ez olyan közepes méretű óvoda. Talán ennek ellenére egy kicsit családiasnak tűnik. Gondolom, hogy ez cél is. Igen, és miután mind a két intézményünkben két-két csoport van, ez adja magát, hogy családias legyen, mindenki ismer mindenkit, az óvodapedagógusok, a másik csoport gyerekeit, a szülők kölcsönösen ismerik, és ettől lesz egy ilyen nagyon kedves, tényleg családias óvoda. Nem modern épületben vagyunk, minden ilyen típusú épületben idő után valamilyen karbantartásra, javításra szükség van. Önöknél történt-e ilyen az elmúlt időszakban, illetve van-e olyan megoldandó feladat, ami most már régetően szükséges? Nyáron födém és tetőcsere volt ebben az épületben. Azon kívül egy új óvodát fogunk építeni, ami jövő szeptemberben kezdi meg a működését a református templom udvarán, itt Zsámbékon. A Töki óvodánk az egy új modern épület. Az az óvoda, ami majd itt fog épülni, ez gondolom, hogy a legmodernebb igényeknek is megfelel. Ez maga után vonz esetleg gyereklétszám növekedést is, tehát több lesz a kapacitásuk, és ezt valamilyen szükséglet hívta életre? Tehát van annyi jelentkező a körzetben, akik idehoznák a gyereküket? Három csoportos lesz az új óvodánk, és a szükséglet, szeretnénk a környékben egy olyan óvodát indítani, ahol azokat a gyerekeket tudjuk fölvenni, akik segítségre szorulnak, és nem tudják elhelyezni. Tehát úgynevezett sajátos nevelési igényű gyermekeket is várunk most is már, de az új óvodánkban fokozottabban megtehetjük ezt majd. Az esenés gyerekekre, ahogy hívják őket szakmai körökben, kell valamilyen speciális óvodapedagógusi felkészültség? A sajátos nevelési igény nem a hiperaktív és a rossz környezetből érkező, hanem a mi óvodánk például hallássérült, beszédfogyatékos és enyhe értelmi sérült gyermeket vehet föl. Nagyon jó fejlesztő pedagógusunk van, aki mindenben tud segíteni, tehát a fejlesztési feladatokban az óvodapedagógusoknak, illetve a pedagógiai asszisztenseink is gyógyped, pedagógiai végzettséggel is rendelkező is van köztük, tehát mindenképpen szakemberek vannak erre. Ha rászoruló gyerek van, akkor logopédiai, óvodapszichológusi segítséget kaphatnak az idejáról? Igen, mindenképpen nagyon jól szervezett a logopédiai ellátásunk, tehát 2-3 alkalmat is tudunk biztosítani egy héten egy gyermeknek. Főállásban van egy logopédusunk erre, nem túl nagy óvodára. Mitől speciális, mitől egyedi az önök intézménye? Tehát egy kicsit az óvodának a szellemiségét vagy étoszát mutassa be. Van a legfontosabb, azt gondolom, a szeretet, az elfogadás. Minden gyermeket olyannak szeretünk és fogadunk el, amilyen, és mindenkit önmagához képest fejlesztünk. Minden kollégára jellemző, hogy türelemmel, sok-sok türelemmel rendelkezünk, és úgy fogadjuk el a gyerekeket, úgy vezetjük be az óvoda életébe. És lehetőség van, miután ez egy olyan program, a lépésről lépésre program, hogy a szülők is gyakran bejöhetnek a csoportba előzetes megbeszéléssel, itt tölthetik a délelőttöt segítő szerepben. Ezt nyilván az óvodapedagógusokkal előtte meg kell beszélni, de nyitottak vagyunk szó szerint is, meg amúgy is mindenre. És hát a keresztény elvek nagyon fontosak számunkra. Elvárás is, hogy református szülők gyereke jöhet ide? Nem, nem. Bárki jöhet hozzánk. Nyilván vannak szempontok, tehát gyülekezeti tag
vagy helyi lakos azért, vagy akinek már a testvére ide jár, az előnyt élvez, de bárki, aki elfogadja azt, amit mi kínálunk, szívesen és szeretettel várjuk. A beiratkozás előtt van lehetőség nyílt napon megismerkedni az intézménnyel és az itt dolgozókkal? Március 25, 26, 27-én, ez egy szerda, csütörtök, péntek délelőtt lesznek a nyílt napok. Utána 28-án szombaton egy játékos délelőttöt szeretnénk az érdeklődő gyermekeknek, szüleiknek, ahol a kérdésekre is tudunk válaszolni, a felmerülő kérdésekre, és valamikor április közepére tesszük majd a beiratkozást, ami szintén egy viszonylag speciális, mert itt elbeszélgetünk a szülőkkel, tehát nem csak a papírokat adják be, hanem egy picit megbeszéljük, hogy mi mit szeretnénk, ők mit vállalnak, mit tudnak ebből vállalni. Megismerkedünk a családokkal is egy kicsit.